Nagy tisztelettel köszöntöm a BRS TV nézőit. Hétfőn megkezdte felkészülését a 2022-23-as szezonra a Svitelszky Békés Csaba. A csabai lányok a következő idényben az Extraligában, a Magyar és CEF kupában, valamint a Közép-Európai Ligában is rajthoz állnak. Napi két edzéssel kezdte meg a felkészülést a következő idényre a Svitelszky Békés Csaba. A csabai lányok délelőttönként a Békés Csabai Röplabda Akadémia munkacsarnokában vesznek részt kondicionális tréningeken, míg kora esténként a Városi Sportcsarnokban labdás edzéseken csiszolják tudásukat. Nagyon fontos szerintem, hogy megfelelő fizikális állapotba kerüljünk, úgyhogy annak fogjuk elsősorban helyezni a hangsúlyt, hogy tényleg minél több kondi edzésünk legyen, illetve az alap technikai, illetve taktikai dolgokat, amiket Gábor majd a szezon során el fog várni tőlünk, azokat biztos alapra helyezzük. Nagyon fontos, hogy egy jó csapategység alakuljon ki, és tényleg minél hamarabb meg tudjuk érteni egymást, ezért nagy hangsúlyt fogunk annak is szentelni, hogy minél több csapatépítőn vegyünk részt, illetve az edzéseken is olyan fajta kommunikáció alakuljon ki, amiből tényleg mindenki egy pillanat alatt tudja, hogy mit fog csinálni a másik. A BRS a játékos keretének egy része az előző héten már rávezető foglalkozásokon vett részt. Ralica Vasilyeva múlt héten érkezett Békés Csabára, és elmondása szerint hamar beilleszkedett a közösségbe. We already start to work with a few of the girls last week. Nagyon örülök, hogy már múlt héten elkezdhettem a csapattal az edzést. Kemény, de jó hangulatú foglalkozásokon vettünk részt. Jó a csapaton belüli összhang, sokat beszéltünk már a lányokkal a pályán kívül is. Várjuk a felkészülési időszakot és az új szezont. Úgy érzem, mindannyian motiváltak vagyunk. Tóth Gábor vezetőedző arról beszélt, hogy a 10 hetes felkészülési program első hetében különböző felméréseket végeznek a játékosokon, majd az edzéseken az állóképesség fejlesztésére helyezik a hangsúlyt. A csapat a szezon kezdete előtt továbbá edzőtáborba utazik, de nemzetközi felkészülési tornán is részt vesz. Az első mérés, ami megtörténik, az a testösszetétel mérése. Ez ad egy nagyon jó támpontot azzal kapcsolatban, hogy milyen célsúlyt, illetve mit kell elérni a játékosoknak fizikailag, hogy top formában legyenek. Holnap, azaz augusztus 16-án meg fog történni a TSO Medical által elvégzett felmérés, amit a tavalyi szezonban is havi rendszerességgel csináltunk. Ez már konkrétan a fizikai paraméterekre vonatkozik, illetve van egy saját felmérésünk, ez a kondi edzésekre vonatkozik, amikor is az erőnléti edzőnk Ferenc Károly felméri a lányokat az adott súlyokat illetően, és akkor utána ebből könnyen vissza tudjuk számolni éppen az adott teljesítendő mennyiséget. A vezetőedző arról is beszélt, hogy Pintér Andrea és Bagyinka Fanni az Európa-bajnoki selejtezőkre készül a nemzeti együttessel, így ők a válogatott programot követően csatlakoznak a csapathoz. Három szezon kihagyást követően a 2022-23-as idényben ismét elindul a Közép-Európai Ligában a Svitelszky Békés Csaba. A megreformált Mevza kupában 9 csapat vesz részt. A Svitelszky Békés Csaba legutóbb a 2018-19-es kiírásban szerepelt a Közép-Európai Ligában, amikor a sorozatot lebonyolító szövetség botrányos körülmények között vette el a viharsarki klubtól a 4-es döntő rendezési jogát. A BRS-e 2017-ben és 2018-ban megnyerte a Mevza kupát, és 3 év után tér vissza a ligába. Ezek a regionális sorozatok, nemzetközi sorozatok nagyon fontosak a klub számára, mind stratégiai, mind pedig sportszakmai szempontból, hiszen nemzetközi mérkőzéseken edződnek a játékosaink, fel tudjuk mérni, hogy itt kelet-közép-európai viszonylatban hol tartunk, illetve nem elhanyagolható az a tény, hogy a szurkolók szeretik ezeket a nemzetközi mérkőzéseket, általában teltház és kiemelkedő hangulat van a Békés Csabai Városi Sportcsarnokban. Több sportágban, így röplabdában is, de mondhatnám jégkorongot, kosárlabdát, kézilabdát, nagyon komoly regionális ligák vannak, és a Mevza liga is
gyakorlatilag ebbe az irányba tart, hiszen megkaptuk azokat a garanciákat a tavaszi, mondhatom úgy, őrségváltás után, ami a MEVSA menedzsmentjében volt. Luxemburgban, az Európai Röplabda Szövetség központjában történt meg mindez, és az új, immár horvát menedzsment garanciákat adott arra, hogy elindul a MEVSA azon az úton, ahova való, hogy egy nagyon nívós, komoly háttérrel rendelkező regionális sorozattá váljon. Fontosnak tartjuk azt, hogy részt vegyünk ebben, képviseljük a magyar röplabdázást, a klubot, illetve Békés Csaba megyei jogú várost, és azt éreztük, hogy a MEVSA új vezetése is ragaszkodott ahhoz, hogy mint a elmúlt évtized legsikeresebb magyar csapata részt vegyünk a sorozatban. A MEVSA kupa első tornáját október 11-e és 13-a között, míg a másodikat december 27-e és 29-e között rendezik meg Békés Csabán. 9 csapat nevezett be, és ez a 9 csapat 4-3 csapatos tornán fogja tudni lejátszani azt a 8 mérkőzését, amivel el fog dőlni az alapszakasz végeredménye. Tehát nagyjából a MEVSA lebonyolítása megfelel annak, jelenleg is, amit szurkolóink korábban megismertek, hogy mindenhol 3 csapat találkozik, és ugye mindenki mindenkivel játszik az adott helyszínen, tehát ott 3 mérkőzés kerül lebonyolításra. Október 11-13 között fogadjuk majd a szlovén Maribor csapatát, ugye aki második helyezést ért el tavaly a szlovén bajnokságban, illetve érkezik majd az ukrán bajnok. Mert idén a MEVSA annyival bővült, hogy lehetőséget biztosítottak egyéb csapatoknak is nevezésre, így az ukrán bajnok is be tudott nevezni, illetve az izraeli bajnok is szerepelni fog a MEVSA sorozatban. Ja, tehát már annyit biztosan tudunk, hogy október 11-én Maribor ellen kezdjük meg a MEVSA szereplést, hogy ott 12-én az ukrán bajnok és a Maribor fog játszani szintén Békés Csabán, október 13-án pedig újra a mi csapatunk fog az ukrán bajnokkal csatázni. Jelenállás szerint úgy néz ki, hogy a két ünnep közt is lesz egy MEVSA forduló, azt szintén tudjuk Békés Csabán rendezni, tehát ez nagyon jó hír bérleteseinknek, meg szurkolóinknak, hogy több rangos nemzetközi mérkőzést lesz idén a Békés Csabai Városi Sportcsarnokban. Ráadásul ugye korábbi évekhez hasonlóan a bérletek ezekre a meccsekre is érvényesek lesznek. December végén két ünnep közt, ott pedig a Mladosz Zágráb és az osztrák Linz csapatát fogjuk fogadni. Ezen kívül két fordulóban leszünk még érintettek. Január elején kell majd szlovéniai Kamnikba utazzunk, és január végén pedig Bécsbe, szintén egy ilyen háromnapos tornára fogunk kiutazni, és ezzel lesz meg a MEVSA alapszakasza. Az alapszakaszból a 4 legjobb csapat jut tovább, amelyek oda-visszavágós rendszerben döntik el, hogy kik játszhatnak majd a trófeáért. A tervek szerint a Bajnokok Ligájához hasonlóan Super Final lesz, ahol egy eseményen belül rendezik a férfi és a női döntőt. Augusztus 1-én megkezdték a felkészülést a Békés Csabai Röplabda Sportegyesület kiemelt utánpótlás csapatai a 2022-23-as idényre. A BRS az elmúlt szezonban 2 aranyéremmel és 1 bronzéremmel zárta az első osztályú utánpótlás bajnokságokat. Magad elé nézel előre, úgy van. A Békés Csabai Röplabda Sportegyesület U15-ös csapata Toma Sándor felkészítésével az első osztályban indul a 2022-23-as idényben. A fiataloknak az alapozás első 4 hetében egészen az iskola kezdésig heti 9 edzésük van. Ebben az időszakban a tréner célja, hogy a játékosok kondicionálisan egy olyan szintet érjenek el, amely a bajnokság színvonalához szükséges. A délelőtti edzéseken főleg futás és különböző izomcsoportoknak van az erősítése, a délutáni edzéseken pedig már az elejétől kezdve előkerült a labda. Ott alap gyakorlatoktól megyünk bele szépen hetenként, ahogy veszik át a lányok a ritmust az egyre bonyolultabb feladatok felé, és az a cél, hogy egy jó ütőerő, jó erős és jó kiállású csapatot rakjunk össze, aki meg tudja állni a helyét itt az első osztályban.
A Békés Csabai Röplabda Sportegyesület az előző szezonban is eredményes évet zárt. Az első osztályú bajnokságokban 2 aranyérem, 1 bronzérem és 2 negyedik hely a mérleg. A BRS-e továbbá 3 országos döntőnek adott otthont a 2021-22-es kiírásban. Fontos nyilván az, hogy adott döntőben milyen színű az érem, abban az adott pillanatban a játékosnak, a stábnak, hiszen nyilván nem lehet úgy odaállni a sportolónak se, hogy nem számít, de a stratégiai célok és a hosszú távú célok és ezek az összetett célok, amelyek évről évre egymásra épülnek, azok mindenféleképpen a felnőtt keretbe fölkerülő játékosokat célozzák meg. Mi ugye büszkék vagyunk arra, hogy mi minden évben tudunk olyan játékos kinevelni a BRS-ében, akik felkerülnek a felnőtt keretbe, idén ugye Tuska Brigitta, tudod, de az elmúlt években Kertész Petrát, vagy Rádi Boglárkát, Glembocki Zórát, Molcsenit, tehát Bodnár Dorottyát, vagy akár Vagyinka Fanit is mondhatnám, akik mind innen indultak, így kezdték, úgyhogy ezt a számot szeretnék növelni, tehát talán a stratégiai cél az az, hogy minél több tehetségesebb fiatal kerüljön föl, és lehessen válogatni közülük, és legyen egy igazi kiélezett verseny azért, hogy ki az, aki szerződést tud kapni, és ki az, aki tudja folytatni a sportpályafutását. Az utánpótlás vezetőedző arról is beszélt, hogy a Magyar Röplabda Szövetség összevonta az U19-es és az U21-es korosztályt U20-assá. A BRS-e továbbá egy új kezdeményezés révén fiúk csapatot hozott létre, amely a felnőtt NB1-es mezőnyben indul el, több élvonalbeli együtteshez hasonlóan. Az elmúlt éveknek az volt a tapasztalat, hogy nagyon nagy szakadék kezdett kialakulni a felnőtt bajnokság, az Extraliga teteje, és utánpótlásban elérhető színvonal között, és ugye ez már nagyon régi probléma volt, és az idei évben egyébként nem titok, Sallos Márton, a Vasasnak az ügyvezetője vetette föl ennek a lehetőségét, hogy mi lenne, hogyha a kiemelt utánpótlástól egyesületek, azok, akik a legeredményesebbek, azoknak meg lenne a lehetőség, hogy a felnőtt NB1-ben palírozódjanak 4 együttes élt vele, ugye a Balatonfüred, a Vasas, az Újpest és a Békéscsabai Röplabda Sportegyesület. Úgyhogy ez egy nagyon jó lehetőség, hiszen nyilván amikor egy 17-18-as játékos a saját maga korosztályában, mondjuk a magyar bajnokságban, a bajnoki 1-3-ban van, az ki kell mondani a magyar röplabdázásban az óriási szakadék az összes többi csapathoz képest, ezt azért évről évre látjuk az országos döntőkben, viszont a felnőtt keretben azért az még kevés, és nyilván ott jön egy olyan váltás, hogy onnan a játékos itt már ugye bőven elég, amit tud nyújtani, nem kap meg fölterhelést, viszont egy felnőtt extraligás keretben nem tud még 17 évesen meghatározóvá válni, úgyhogy nincsen meg az a lépcsőfok, ami őt oda fölemelni, és az NB1-ben való felnőtt NB1-ben való indulás az ezt a lépcsőfokot hivatott betenni egy játékos sportszakmai fölkészítésébe, hogy van lehetősége egy évben 20-22 olyan mérkőzést játszani, a felnőtt bajnokságban túl azért felnőttek ellen, azért itt az NB1-ben is lehet idegen légiós 1-2, tehát mindenféleképpen egy nagyon izgalmas szezon elé nézünk. Rárakod a fémekre az új élet, minden új a fémmel, nem kell szorítani, kiteszed oldalára a két közelet. És csak olyan. A Békés Csabai Röplabda Sportegyesület nyáron újabb fontos eszközbeszerzést hajtott végre. A klub egy közel 3 millió forintos, csúcskategóriás testösszetételelemző készüléket vásárolt, amely mind az utánpótlásban, mind pedig a felnőtt csapat tekintetében hasznos lesz a jövőben. Mindenképpen hatalmas erőrelépésnek tekintjük. Egyrészt hatékonyság miatt sokkal több embert, sokkal több paraméterre le tudunk mérni, mint eddig a korábbi eszközeinkkel, illetve olyan adatokat is kapunk, amit nagyon bonyolult számolásokkal tudnánk egyébként az alapmérésekkel kiszámolni, illetve abban segítség még, hogy egy olyan komplex adatlapra nyomtatja ezeket a dolgokat, amiket utána a későbbi mérések során az egyének a meglévő adataihoz képest tudjuk viszonyítani, és ezt az egész menedzser program is véghez tudja vinni, így igazából nekünk már csak az a dolgunk, hogy az adatokat feldolgozzuk, és ezt egy konyha nyelvre, egy érthető nyelvre lefordítsuk, és ezt gyakorlatilag edzőnek, játékosnak oda tudjuk adni, és a számok magukért beszélnek. Alapvetően a gép egy dolgot mér, azt, hogy az áram milyen gyorsan és hogyan halad át a szervezeten, és ebből kalkulál különböző képletek alapján rengeteg paraméterre, ilyen például a zsírmentes testtömeg, a sovány testtömeg, a szervezetben található zsír, annak százalékos eloszlása a testsúlyhoz képest, méri a különböző testszegmentumok eloszlásán a zsírt, a folyadékot, méri a sejten belüli folyadékot, sejten kívüli folyadékteret,
normál értékekhez tudja ezeket hasonlítani, tehát eleve már egy kategorizált értéket tudunk kapni, illetve, mint mondtam, az a legfontosabb, hogy a rendszeres mérések során a játékosnak az egyéni paramétereinek a változását tudjuk nyomon követni, és tudjuk rögtön kézben tartani, hogyha esetleg valami drasztikus változás történik egy-egy ilyen mért paraméternél. Ez volt a BRSE TV 129. adása. Tartsanak velünk legközelebb is! Hajrá, BRSE!